katasztrófák elleni. 17-en tettek esküt arra, hogy egy esetleges katasztrófa helyzetben legjobb tudásuk szerint vesznek részt a védekezésben. Többek között favágó, tetőfedő, traktoros és ápoló tagja is van a frissen alakult Perenyei települési mentőcsoportnak. A falut kettészelő medár most szárazon kanyarog, de egy nyári zápor is komoly veszélyt jelenthet. A vízellős patakon rendszeresen alakulnak ki villám árvizek. Olyan nagy a vízgyűjtő területe, hogy nagyon gyorsan, egy óra leforgás alatt is árvízhelyzetet tud a falunak pont a legkritikusabb pontján generálni. Ez a falunak az eleje, ahol nagyon sok házat veszélyeztet ilyenkor a megáradt vízelős patak. És azért döntöttünk úgy, látva a környezeti viszonyokat és tényleg ezeket a kiszámíthatatlan időjárásbeni helyzeteket, hogy szeretnénk ezt megelőzni. Ez a beteg odvas falmentő csoport minősítő gyakorlatának forgatókönyve szerint a viharban veszélyesen megdőlt, ezért kellett eltávolítani. Vezetési törzs a gyakorlatvezető vagyok, a rendkívül időjárás miatt a patak medre megduzzadt, ezért beavatkozásra van szükség a település felső részén. Védműépítésre megkérném, hogy ijassza a mentőcsoportot létre. Félő volt, hogy a megáradt patak elsodorja a gyaloghidat, így utcakövekkel súlyozták le, közben a többiek már homokzsákokat töltöttek, amikből aztán élő láncban nyúlgátat építettek a parton a katasztrófavédők irányításával. A Perenyei a 10. mentőcsoport a szombathelyi katasztrófavédelmi kirendeltség területén. Ezek a mentőcsoportok azért alakulnak, hogy ahol árvíz, villámárvíz veszélyeztetett települések vannak, egy hirtelen bekövetkezett rendkívüli időjárás miatt gyorsan, reaktívan be tudjanak avatkozni, mindaddig, amíg a hivatásos erők kiérkeznek. A mentőcsoport elméleti és gyakorlati képzést is kapott a hivatásos katasztrófavédőktől, felszerelésük bővítésére pedig uniós forrásokra pályázhatnak.